Néz minket? Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak. Szeretettel köszöntöm a hazahúzó nézőit innen a Dunakanyar kapujából. A mai úti célunk ugyanis Verőce. Ebben a bájosan kedves kis településen barangolunk és kalandozunk itt a Duna balpartján. Tartsanak velünk a következő 45 percben. Vörös Sándor egyszer azt írta, mesés vidék ez, nem is lehet megmondani, hogy a vidék kedvesebbe itt vagy az emberek. Itt a Duna nem csak egy folyam, amely hullámaival összeköti keletet a nyugattal, de az ember és a természet kapcsolatának is szinte tökéletes szimbóluma. Mielőtt belevetnénk magunkat a múltba, kezdjük egy kicsit a jelennel. Bárha úgy vesszük, mégiscsak kicsit visszautazunk az időben, mert kevés olyan magyar hagyomány életforma van, amely a legősibbek közé tartozik, mint a lovaglás. Szilviék pedig napjainkban szenvedélyesen és professzionálisan hódolnak ezelőtt a sport előtt Verőce kapujában. A férjemé a 2 éves kis Csikó, 2,5. Az óriási csatakanca, Bíbor, ő 12 éves körül van, ő vele szokott hagyományőrző bemutatókra járni, vagyis hát ő az egyik. Ott lent pont látszik a 3 lónál a középső pajkos, ő az egyetlen, aki egy kicsit nehéz esett a tanyán, és neki a jobb oldalán Áldás, ő szintén hagyományőrző rendezvényeken vesz részt. Munkák előtt szoktuk, beindítja a vérkeringést, egy kicsit úgy is mondhatnám, hogy bemelegítés a lónak is, nekem is. És akkor, hát a másik, amiért fontos, ugye, hogy ne törje fel a szerszám. Tehát, hogyha nincs rendesen lepucolva, akkor mint egy rossz cipő feltörhet a háta, vagy heveder helyen, és akkor nagyon sokáig nem tudjuk használni, meg hát az fáj neki. És az, hogy a te lovad, az olyan, mint a... Én hegedültem, és ott a hegedűnél mindig ki kellett próbálni a hegedűt, hogy áll, összhang van-e a hangszer meg a hegedűs között. Hogy a lovas is így választ lovat? Hát szokták mondani, hogy például a jó lónak nincs színe. Tehát nem nézzük a színt, hanem inkább a természetére, a fejére, hogy milyen fejben, intelligens, nem olyan intelligens. Unatkozol? Én őt úgy választottam, hogy én inkább a fejére voltam kíváncsi, hogy mennyire figyel, hogy reagál az emberre, de iszonyat okos volt, és hamar megértett mindent, úgyhogy én beleszerettem egyből. Miután jól bemelegedett a ló és lovasa, a körkarámban folytatódik a felkészülés, majd utána jöhet a pálya akadályokkal és feladatokkal. Hogy kezdődik a lovaknak az oktatása? Mi az, amit meg kell nekik tanítani, és hogy kezditek? Legelőször mindig, amikor Csikóval vagy idegen lóval foglalkozunk, egy csatlakozást szoktunk kérni, ugye ez a Monty Robertsnél lett kifejlesztve. Ezt egyszer szoktam kérni egy lótól, gyakorlatilag egy ilyen bizalom kialakításáról szól. Tehát megbeszéljük a lóval, hogy ő bízhat bennem, én bízok ő benne. Na de az hogy? Elé állsz, és akkor a szemébe nézel is? Hát majdhogy nem, igen. Gyakorlatilag a csatlakozásnak az a lényege, hogy ugye csak te, meg a ló van bent, tehát te lehetsz a ménes. Belealkothatsz együtt egy ménest. Te az elején nem engeded oda magadhoz, elküldöd, elzavarod. Ugye te vagy a biztos pont, ő szeretne hozzád jönni, és valóban, ameddig a szemébe nézünk, gyakorlatilag ugye ragadozó vagyok, nem engedem be, dominánsan tolom, elküldöm ki. Amint elfordítom a tekintetem, ugye ő ad jeleket arra, hogy szeretne hozzám csatlakozni. Tehát lerág, nyomog,
befelé tekintget, a fülével rám figyel, leteszi a fejét, hasonló jeladások, és akkor engedi be a lovas, és létrejön egy ilyen kis kapcsolat. Ezt nem szoktuk többször kérni, kivéve, hogyha valami nagyon rosszat csinál a ló, tehát ránk rúg, ránk harap, bármi ilyesmit. Értelemszerűen, ha lerak magáról, az nem ebbe a kategóriába tartozik. És akkor utána? Utána szoktuk a testbeszédes kommunikációt, tehát különböző jeladásokra neki reagálnia kell, és ezt erősítjük is bennük. Tehát teszem azt, hátra akarom léptetni, ha majd nem játszik. És csak adtam rá egy jelet a testbeszédemmel, ugye elküldtem hátra, hátra, úgy. Ugye ő ellép, én is akkor elveszem a nyomást, és ez neki a jutalom, így érti meg, hogy én ezt szerettem volna. Tehát nem szabad túl sokáig sem tolni, mert akkor megint nem fogja megérteni, hogy mit is szeretnénk. Gyakorlatilag ők is folyamatosan ugye így kommunikálnak egymással bent, 0-24-be, ugye a testbeszédes kommunikációval. Tehát már egy sima fülállás vagy farokcsapás jelzést ad a többi lónak, hogy ő mit szeretne, mit nem szeretne. Ugyanígy az ember is, ugye megtanulunk egymásra figyelni, egymás jelzéseire reagálni. Tehát mert egy arc mimikából felismeri a ló, hogy én nekem rossz napom van, mérges vagyok, mindent. Ezért nem szeretek például napszemüvegben oktatni, mert akkor nem lát úgy. És akkor nem tudja felismerni, hogy én most mit is szeretnék tőle pontosan. Gyerekkorom egyik ikonikus bálványa volt Zorro, a fekete állarcos lovas, ugye, aki minden szegénynek jó takarója, és minden szegény segítségére siet és fellép a gonosz zsarnok ellen. És hát a Zorrónak a lova az a fekete andalúziai csődör, abban én beleszerettem már, és hát ez a ló, Masninak hívják, ő pont olyan, mint a Zorrónak a lova elvileg. Hát gyönyörű vagy. Na jó, talán kicsit túloztam, hogy Masni pont olyan, mint Zorró lova, de azért ennyi túlzást engedjenek meg egy magamfajta álmodozónak. Gyakorlatilag mindent meg lehet tanítani nekik földön. Ne feküdj le, léci, még rád akarok ülni. Szóval mindent meg lehet nekik tanítani földről, és ameddig földön nem tisztelnek, addig a hátán ülve sem fog. És ezek a kis játékos feladatok, ahogy mondtam, ugye azt a célt szolgálják, hogy minél nagyobb bizalom alakuljon ki a lovassal. Tehát nem csak a hátán ülve kérem, tolom, folyamatosan feladatokat adok, hanem ugye változatossá teszem az adott heti edzéseket. Tehát dolgozunk földről, dolgozok a hátán ülve, vannak szabadnapok, ami ugye neki is, nekem is fontos. És így lesz egy jó kis összhang. Foglalkozol a lóval, és van egy pont, amikor szabad szemmel is jól látható, tehát mindenki látja, hogy elfogadja a szerszámot, nem ijedezik, nem fél, kiegyensúlyozottan megy a szerszám alatt. Én még akkor még mindig van, hogy foglalkozok vele, egész addig az érzésig. Ezt így nagyon nem is tudom elmagyarázni, meg leírni. Egyszerűen jön egy sugallat, hogy most. Vele hogy volt? Ó, hát vele ugye 2 évesen vettem, és ilyen 3-4 évesen lehet belovagolni lovakat. Úgyhogy ő vele egy éven volt így földizni, földi munkákat csinálni, meg vittük magunkkal terepre, tehát úgy megismerte a terep dolgokat, patakot, falut. Nem kell feladatot csinálni, ügyes vagy. Munkamániás. Megismert mindent, és ugyanígy földről feltettem rá a nyerget, hosszú szárasztunk, az majdnem olyan, mint amikor lovaskocsizik az ember. Földön állok mögötte, és a szárakkal adom a segítségeket. Tehát megtanulja azt, ha jobbra húzom, jobbra megy, balra húzom, balra megy, meghúzom, megáll. Úgyhogy őre, amikor ráültem, 3. alkalommal kint voltunk terepen. Ennyit számított az, hogy egy teljes éven volt vele földről foglalkozni. Én amióta az eszemet tudom, itt vagyok, mindig is itt volt nyaralója a papámnak, én ide jártam ki, mert hivatalosan csepeli vagyok, de imádtam ezt a környezetet, a vidéket, és érettségi után én mondtam szüleimnek, hogy lesz munkám, és én költözök. Úgyhogy én úgy kerültem ide. A lovarda egy 10 éve van, férjemmel együtt csináljuk, és a név, barátnőnk mondta, hogy ez a szó, ami először eszünkbe jut. Hát a párom egyből rávágta, hogy makacs, de hát makacs tanya mégse lehettünk.
És akkor így a magyar nyelv szépsége, lettünk nyakas. És akkor nyakasak a lovak, a gyerekek, én is. Ez így teljesen jó. Vágtázunk mi is tovább Verőce felé, ám előtte még a Római Birodalom itt hagyott romjainál megállunk. A Dunai Limes-Magyarországi szakasza a római határvédelmi stratégia emblematikus koncepciója. Pannonia provincia természetes határát a Duna jelentette, a védelmet pedig a határfolyó mentén épített őrtornyok biztosították. Az egyik ilyen maradványait itt Verőcénél lehet megtalálni. Tulajdonképpen ez a komplexum három részből alakult ki. Jelenleg a regionális vízműveknek egy trafóházában vagyunk. A vízművek bocsátotta Verőce községének a rendelkezésére ezt a helyszínt, ahhoz, hogy ezt a múzeumot be lehessen itt rendezni. Tehát ebből a kis szobából áll a múzeum. Fölöttünk a vízműveknek van egy kisebb bemutató terme. Ezen kívül csatlakozik ehhez a múzeumhoz egy park, játszótérrel, frissen beültetett fásligetes résszel, és 5 percre innen gyalog átmehetünk zebrán ennek a római őrtoronynak az installációjához, és mellette vannak az eredeti romok tulajdonképpen, amik miatt ez az egész Limes létesítmény megépült. Mert hogy ezt egyébként tök véletlenül találták meg az 1930-as években? Igen, 1934-ben szerettek volna már itt egy országutat elhozni a Duna mellett, Verőce felé, és hát emiatt különböző kutatásokat kellett végezni. Nagyon sokáig itt volt egy picike domb ezeknek a romoknak a helyén, és a dombból különböző falak meredeztek ki. Nagyon sokáig azt hitték, hogy ez egy régi hídfőnek a maradványa, és amikor ezt az országútépítést tervezték, akkor a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régészei kijöttek ide felmérni ezt a területet, és hát a régészeti kutatások mutatták meg, hogy itt egy régi római erődnek az épülete volt. Sokáig kutattak, és az derült ki, hogy ez a 4. században épült, első Valentinianus császárnak az uralma alatt, és itt egy hatalmas nagy erőd volt Verőcén. Tehát mutatja itt mögöttem ez a fénykép is, hogy milyen hatalmas épület lehetett. Már az őskortól folyamatosan lakott település volt, és az ókorban is sok népcsoport élt itt, illírek vagy éppen kelták. A Római Birodalom bukását okozó népvándorlás következtében jelentek meg itt előbb a hunok, az avarok, majd pedig a szlávok. Verőce nevének eredetét kétféleképpen magyarázzák, az egyik változat szerint kaput jelent, a másik változat szerint viszont a Dunába torkoló Nagyvölgy patak régi elnevezéséről, a Verőce patakról kapta. A szó szláv eredetű és olyan vizet jelent, amelyben sok az örvény. Sokféle nép járt és élt ezen a területen, amíg a magyarok nem telepedtek le. A honfoglalásról pedig annyit mondanék el, hogy Árpád vezér nagybátyjának a fiai, akik erre a területre jöttek, mégpedig Kadocsa, Szórád és Huba, akik itt a Verőce vízén átjöve a Duna vizét szőkének találták, és zöldnek a füvét, tehát letelepedésre alkalmasak. Az első falu Magyarkút környékén alakult ki. Ezt a kis falucskát a tatárjárás idején a tatárok pusztították el. A 14. századtól Visegrád és Esztergom királyi székhelyek közelsége miatt felértékelődött Verőce. Nagy Lajos királynak nyaralója volt itt, a főtéren. Később Mátyás király is sokat vadászott errefelé. A mohácsi vészt követő évtizedekben Verőce a budai szandzsák része lett. 1657-ben Miksa főherceg csapatai itt arattak győzelmet Mohamed serege felett.
fontos is volt a török dúlás után, mert a Váci püspök hívott be embereket, ugye Németországból, és 1714-ben itt Verőcén kötött ki az a hajó, ami a környékre hozta azokat a német telepeseket, akik itt kívántak letelepedni. Verőce, ez is érdekessé teszi esetleg. A templom, mivel hogy romossá vált a török dúlás után, és már sem a reformátusoknak, sem a katolikusoknak nem jutott lehetőséget, a Váci püspök 1736 és 43 között építette ezt a szép barokk templomot, ami ma is látható. A süvege leégett, ez egy olyan neobarokk stílusban épült aztán fel. A reformátusok sem álltak tétlenül, ők maguk közösségként összeadták az anyagiakat, és 4 hónap alatt megépítették a templomukat, 1785-ben, tehát nagyon hamar a II. József rendelete után, és azóta is egy fejlődő kis közösség, ez a református közösség, ami tulajdonképpen egy barokk templomot hozott létre, de mivel a előírás az volt, hogy utcára nem nyílhatott, nem lehetett tornya, később építették a tornyát, ami már copf stílusban készült. A 19. század hozott fellendülés, 19.-20. század, a 19. században vasút épült, 1848-ban, 50-ben vasútállomása is volt már, és ez jó piaci lehetőséget biztosított. Azonban probléma lett a szőlőműveléssel, a filoxéra elpusztította. Nagy segítség volt, hogy közben a fürdőkultúra kialakult Magyarországon, a budapesti emberek jöttek, polgári foglalkozásúak, művészek, tudósok, nagyon sokan egymásnak adták a címeket, így például Kaciányék adták a Rozsnyai családnak, a Rozsnyaiék adták a Devecseri és a Karinti családnak, és immáron elmondhatjuk, hogy először a falusi házak tiszta szobája volt az, ami otthont adott ezeknek a hírességeknek, és itt ismételten elmondom a karintiak és a devecseriek nevét, de azon kívül nagyon-nagyon fontos volt, hogy ez az üdülő jelleg kialakult, és ez jövedelemforrást jelentett mindenképpen. A jövedelemforrás élelmezést is jelentett, ugye, és hát a fürdő jellegű helyek kialakítását, ezért alakult ki 11-ben a strand, ezért alakult meg a két hajóállomás helye is, amit aztán használtak arra is, hogy az itt nyaralók közül a családot itt hagyták, a férfiak pedig bejártak hajóval Budapestre dolgozni. Megépült az Ybl-féle támfalrendszer, melynek látványa egészen egyedülálló a Duna partján. Persze látvány ide vagy oda, nem ok nélkül alakították ki ezt az építkezési formát, az árvizek elleni védekezésre szolgált Ybl Miklós terve alapján. A helyi villatulajdonosok körében oly népszerű lett, hogy az egész parthoz mentén ma is látható a támfalrendszer. Nagyon sok tudós ember, orvosok például jöttek ide, polgári foglalkozásúak, akik nem olyan nagy jövedelműek voltak, de egységes társaságot alakítottak, és nagy-nagy élet folyt a strandon, meg itt a vendéglőkben, a községi nagy vendéglőben, és az egyéb vendéglő helyiségekben. Szerelmek, házasságok kötöttek, és a pestiek közül is nagyon sokan kijöttek a híres Anna bálokat, hogy itt töltsék el. Hivatalosan Verőce lett elsőnek üdülőhely, 1933-ban kapott erről miniszteri rendelettel, és hát azt kell mondanunk, hogy ez is egy nagy dicsőség tulajdonképpen. A világháborúk meg itt is jelentkeztek problémaként, az elsőben még kevesebb, a másodikban már több vesztesége volt a falunak, és közben az expressztábor vált még érdekessé és ismerté így Magyarországon, hiszen az Illés zenekar itt játszott például először, de azért régebbi évtizedekből működött a Gorka műhely, működtek festőtelepek a faluban, tehát a falu élete az folyt. Az üdülők létszáma is emelkedett, de a
falusi házakon kívül szükségesnek tartották a jobbmódúak, hogy házakat építsenek. Mégpedig ennek az egyik maradandó emléke, ez Árpád út, amit a helybeliek Mágnássornak neveznek. Mágnássornak, mert kiemelkedően szép villák épültek már a 19. század végén is. Már előtte fent a hegyen megépült a Svadló villa, ami később Huszár Pufi tulajdona lett, a néma filmek sztárjáé. Ezt az óriási szép villában élhetett 1930-tól 41-ig, amíg nem akart Amerikába menekülni, de sajnos a háború utól érte, és Gulágon a Szovjetunió területén halt meg. Nagyon szeretjük Pufit, mint ahogy ő is szeretett élni. Kedvenc ételét mesterségek napján nem egyszer megfőztük, ami paprikás csirkét jelent, nokedlivel és palacsintát sárga barack lekvárral. Hát Pufi emlékét őrizzük akkor is, ha már nincs sok köze ehhez az épülethez. A Mágnás sor házai, ha sorba vesszük, és feltétlenül érdemes sorba venni, akkor én a falu bejáratánál Vác felől jöve köszönt bennünket már a harangláb, ami a tulajdonképpen a millénium emlékére épült, és a Városligetből pályázattal nyerte el a falu. A hét vezér, tehát a honfoglaló magyaroknak a jelképe lett. Utána már a strand következik, ahol 1911-ben épült már a strand, és itt a strandnál mondanám el, hogy ez már a harmadik számú hajóállomás épült itt 1930-ban. Ha kicsit tovább megyünk, akkor villák után a 8-as számú házban egy népi lakóház következik, amit a Perlaki és Kozma építészek alakították nyaralóvá. A következő, amit kiemelnék, a Nádorház, ez a 10-es számú. Itt Nádor György orvos lakott, akit a falu nagyon szeretett, jelenleg könyvtár, és boldogan mondom, hogy a pillanatnyilag megszűnt helytörténeti múzeumnak is itt lesz a helye. Ha tovább megyünk, akkor eljutunk a Cifka család házához, ez egy ilyen kettős ház együtt, ahol a Cifka család, akik kereskedelemmel foglalkoztak, építettek, emléktábla is őrzi itt is Cifka Anna emlékét, aki városfejlesztő mérnök volt, és Verőce helytörténetével is foglalkozott. Verőcét mindig is a történelem során a tisztaság és az ápoltság jellemezte, a verőceiek pedig mindig is szerették a kultúrát, szerettek ünnepelni, táncolni. Ez a hagyomány pedig ma is folytatódik, megőrizve a környék falusias jellegét. Verőce nagyon befogadó település, ezt is úgy gondolom, hogy állíthatom, és hát azért is vagyunk rendkívül népszerűek, mert nagyon jó a megközelíthetősége Verőcének. Ugye itt van a 70-es vasútvonal, Budapest, Szob, a nyugati pályaudvar 30-33 perc, tehát egy megálló, és utána már a nyugati pályaudvar van. Itt a kettő pará autópálya, ott is 35 perc alatt be lehet érni a városba, aztán onnan persze nyilván sokat lehet autózni még, de Verőcét azt nagyon jól meg lehet közelíteni, ezért nagyon-nagyon szeretik. Az ide költözni, vidékre költözni vágyok, és emellett mi azért nagyon jó infrastruktúrát tudunk biztosítani. Van nekünk gyönyörű vadiúj egyházi bölcsödénk, egyházi fenntartású iskolánk, óvodánk, ami nagyon szép, teljesen új, nagyon szépen felújított egészségházunk, mondhatni egészségügyi központunk, ahol nagyon jó minőségi háziorvosi, gyerekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálatot. Ugye nagyon fontos a kismamáknak, az anyukáknak, akik ide költöznek, gyereket szülnek, gyereket vállalnak, hogy nagyon jó védőnői szolgálatunk, nagyon jó védőnői ellátásunk legyen. Mindez Verőcén ugye megvan, és ezért hát szeretik. Nem csak azok szeretik, akik ide akarnak költözni Verőcét, és akik már itt laknak, hanem nagyon szívesen jönnek a hétvégére egy-két napos
kirándulásra, akár néhány órára is a Dunakanyarba. Mint ahogy mondtam, mi a Dunakanyar kapuja vagyunk, sajnos ebből a szempontból egy kicsit ez problémás, hogy mivel hogy a kapu vagyunk rajtunk, mindenki keresztül halad. Aki a Börzsönybe, Dunakanyarba, Ipoly mentére szeretne látogatni, Nagymarosra, Szobra, Zebegénybe, ezekre a csodálatos, látványos desztinációkra, azok mind keresztül jönnek Velőcén. Tehát ebből adódóan azért a hétvégi, vasárnapi, délutáni nagy forgalom az azért érzékelhető. A régebbi korokban nagyon komoly kulturális élet volt itt Verőcén. Ebből mennyit tudtak itt a 21. századra átmenteni, hogy milyen pezsgő élet van itt, ami így a kultúra szempontjából van? Hát biztos nagyon sokat beszélgettek meg az elmúlt percekben, nagyon sok minden elhangzik, ugye elhangzott már Verőcéről, de megmaradtak ezek a nagyon gazdag kulturális események, amik Verőcén voltak nálunk. Ugye a téli időszakban is a művelődési házban rengeteg előadói est van, nagyon sokan felfedezők, akik járják a világot, és ők is nagyon sűrűn tartsz, de minden pénteken előadások vannak. Nyári időszakban van nekünk egy csodálatos vízisínpadunk, ami a magyar Dunaszakaszon ugye egyedülálló, a teljes 412 kilométeres Dunaszakaszon, ez egy egyedülálló. Be is adtunk egy pályázatot, és úgy tűnik, hogy talán most ezt úgy tudjuk majd felújítani, olyan szépen tudjuk majd megcsinálni, ami Verőcéhez és a Dunakanyarhoz méltó lesz most. Tehát igazából itt a nyári rendezvényeink, elkezdjük már júniusban, nyárnyitóval, családi napokkal, nagyon sok koncert van általában ugye, mindig, tehát júniustól augusztus végéig, augusztus 19-ére van minden kihegyezve, ugye államalapítási augusztus 20-ai ünnepségünk alkalmából óriási lampionos felvonulás, ami szintén egyedülálló a Dunakanyarban. Nagyon-nagyon több ezer ember van a Dunaparton, nem is szoktuk ezeket igazából reklámozni, mert aki itt van, az jól érzi magát. A művészet is mindig jelen volt Verőcén, és ma sincs ez másképp. A település ikonikus szobrainak története pedig egy telefonhívással kezdődött 1999 telén. Verőce szeretne egy Géza fejedelem lovasszobrot készítetni, és hogy engem érdekel-e ez a feladat, és hogy kijönnék-e megnézni a helyszínt. Hát olyan akkor 97-ben végeztem a főiskolán, tehát valamiképpen egy friss diplomával rendelkezett. Persze, hogy rögtön beleugrottam a feladatba, nem beszélve arról, hogy a lovasszobor készítés az nálunk családi hagyomány, mert édesapám is szobrászművész volt, és hát őt mondják a lovasszobrok alkotójának így az országon belül. Úgyhogy volt háttérben egy olyan löketem, meg hát én is foglalkozom az állatszobrászattal rendszeresen, hogy én nagy boldogsággal jöttem ide, és álltam elé a feladatnak. És akkor meg eljöttél ide Verőcér, és megfogott itt az a Dunakanyar bája? Hát ugye gyerekkoromban is jártam már nagyon sokat erre, aztán később biciklitúrázóként jöttem nagyon sokat erre, tehát mindig is tudtam, hogy ez itt egy gyöngyszem, tehát hogy egy kincs. De hát ide eljöttem olyan hivatalosan, bementem a polgármesteri hivatalba, találkoztam az akkori polgármesterrel, Betlen Farkassal, aki egy ilyen hihetetlen elánnal, na gyere, menjünk ki, nézzük meg a teret, hova, hát ő megmutatta, hogy oda szeretne egy lovasszobrot. És akkor én úgy nagyjából nézegettem, igen, jó lesz, hát a házak nem túl szépek mellette, de majd a fák majd benövik, meg stb. És nem csak engem hívtak ide, hanem nagymarosi szobrászbarátom is itt volt, és akkor volt egy ilyen, hogy hát akkor csináljatok ketten egyet. És akkor mondtam, hogy hát ezt azért annyira nem szeretnénk, úgyhogy ő is készített egy tervet, meg én is készítettem egy tervet. És aztán az enyémre esett a választás, azt tetszett az önkormányzatnak, meg a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal támogatta anyagiakban ezt a dolgot, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. Azzal, hogy én ide kerültem, nagyon nyitott szemmel jártam a falut, és Betlen Farkasnak, akinek a falu nagyon sokat köszönhet, amikor így jöttem, mentem, én mindig láttam, hogy mit én saját érzékem szerint, hogy mit lehetne jobbá tenni, szebbé tenni a faluban. És például
egyszer javasoltam, hogy itt egy nagyon csúnya ilyen beton lejáró volt, egy vas korláttal bedobálva a szemét, stb. És mondtam, hogy tehát farkas nem lehetne, ezt egyszer valahogy egy ilyen szép teraszos lejáróvá tenni, meg itt valami teret kialakítani egy szökőkúttal. És hát itt vagyunk, megvalósult, és ez nagyon, nekem nagy boldogság, hogy az, amit jó pár évvel ezelőtt úgy próbáltam félve megálmodni, mert nem építész vagyok, hanem utána persze építész terveztem meg, csak hogy az egésznek az alapkoncepcióját azt így bedobtam így a közgondolkodásba, és aztán elindult ezen már az önkormányzaton belül egy agyalás, és akkor megvalósult az, hogy a lejárót sikerült pályázati pénzekből kiépíteni, illetve a szökőkutat pedig, hát engem megbíztak vele, hogy én készítsek egy szökőkutat. Na és akkor, hogy készíts egy szökőkutat. Honnan az inspiráció és hogy lett abból ez? Nehéz a dolog, mivel ugye először elkészült a Géza fejedelem szobor, ezért úgy gondoltam, hogy én nem akarok egy következő figurális szobrot ide tenni, ami nagyon közel van, pláne szökőkutként, hogy ne legyenek egymásnak így a riválisai. Viszont már a lovas szobron is szembe jött velem a honfoglaláskori leleteknek a gyönyörűsége, és hát ugye ott már ráakadtam a palmetta motívumra, ami szerintem egy zseniális. Utána olvastam, és akkor jöttem rá, hogy ez egy életfa motívum. Több kutatás azt mondja, hogy ezek az egymásba fűzött palmetta motívumok, ugye az az életfának a jelképe. És ezen úgy elkezdtem gondolkodni, hogy ezek ilyen kis picik is valamik, hogy ezt milyen térben megjeleníteni. És tulajdonképpen én ezt a tarsói lemez motívumot áttettem térplasztikává, tehát onnan a lovasszobornak a nyerek takarója is tele van ezzel a díszítéssel, hogy azonnal ide átkerüljön, tehát legyen közük egymáshoz, de mégis inkább azt mondom, hogy egy absztrakt dolog jöjjön létre mindez, azzal fűszerezve, hogy a víz, mint az élet jelképe itt megjelenik, és hát igazolja az élet most már 24 éve, hogy ez itt működik, és tényleg itt az élet van, mert gyerekek szaladgálnak körbe a biciklivel, lett egy cukrászda, fagyi van, stb. Itt mindig nagyon sok ember van nyáron. És akkor néhány lépést tovább megyünk, akkor a lóról, a non-figuratív elemből eljutunk egy figurális szoborhoz. Igen. Ott ugye Farkas után Grassmann György lett a polgármester, és amikor polgármesteré választották, akkor amikor találkoztam vele, és gratuláltam neki, mondta, hogy hát neki van egy terve, amit már régóta dédelget, hogy ő egy íbőszobrot szeretne. Hát mondom, ez egy szép nagy falat, de mondom, hova? Hát nem tudja igazán, de valahova ide a szökőkút környékére, hát, vagy hát mondjak valamit, hogy hova. És akkor az a bátor ötletem támadt, hogy ugye Ibl Miklós tervezett ide egy házat, aminek ő találta ki a támfalát, és azt követték a többiek, abból alakult ki ez az egyedülálló támfal rendszer. És hogy egy picit valahogy az volt bennem, hogy a befogadókat, a nézőket valahogy húzzam le a Dunapartra, hogy ők ezt meg tudják nézni, vagy lássák ezt a dolgot. Illetve a másik, ami még a szobroknak a tájolása az nagyon fontos, általában délfelé szoktuk tájolni a szobrokat, hogy egész nap megvilágításban legyenek, és ne járjunk úgy, hogyha ellentétesen jön a nap, hogy hunyorgunk, mert nem látjuk, hogy mit lenne. Most, hogyha innen erre nézne, akkor most is hunyorognánk, és ezt a sötét, egy nagy sötét foltot látnánk belőle. Tehát én egy bátor mozdulattal abba az irányba tereltem. Ő, tehát Dibl Miklós megy le, és tulajdonképpen az a szándékom volt, hogy lendületesen, energikusan megy lefelé a lépcsőn, mondvá, hogy megnézi, hogy milyen lett a támfal. Tehát, és azzal, hogy hátat fordít nekünk, engem mindig meglep a mai napig, amikor jövök itt autóval, hogy ki van ott, és nagyon sok embert meglep, tehát hogy lett egy ilyen pici humor az egészben. Úgyhogy hát ez az elhúzás lett volna a szándék, illetve hát az is, hogy ugye ne legyen már itt mellette, a szökőkút mellett, mert sem korban, sem tematikában nincs közük egymáshoz, tehát hogy minél távolabb kerüljünk. Hát ezek a gondolatoknak az összessége vezérelte azt, hogy oda került és ilyen formában.
Picit eltávolodva a Dunaparttól, a vasútállomástól alig egy percre kimagaslik egy gyönyörű, impozáns villaépület. A története 1923-ban kezdődött, amikor Gorka Géza Verőcén telepedett le családjával. 5 évtizeden át alkotott itt a Dunakanyar kapujában. Gorka Géza a 20. század első felében élt magyar keramikusok egyik legkiemelkedőbb alakja. Volt idő, amikor Gorka vázát vásárolni menő volt, mai nyelven szólva. Elkezdte a népi hagyományoktól indítva a kerámia művességet, Badár Balázsnál tanult mezőtúron, tehát abszolút az alaphagyományokat követve indított, de erre épült, és utána ezt fejlesztette és saját arculatára formálta a kerámiákat. Ő nagyon sokáig egész életét végig kísérletezte, a mázakkal foglalkozott rengeteget, és ez nagyon meghatározza az ő arculatát, a kerámiáknak a felületét. Igen, mert ha itt körbenézünk, ugye az ő alkotásai vannak itt. Hogy lehetne leírni azt a technikát, amit itt a mázakban látunk? Hát ez technikának, ez sorozat, technikák sorozatát lehet leírni, különböző repesztett, ugrasztott, csurgatott, grafittó, az a karcolt, igazából ezerféle fajtáját tudjuk a technikának, a máz felület technikának a leírását sorolni. És ez unikum volt akkoriban, amikor ő ezzel előjött? Igen, igazából unikum volt, és ezzel ő nagyon nagy világ sikert is ért el, rengeteg nemzetközi kiállításon, biennálén vett részt, komoly díjakkal tért haza, Párizsba, Londonba, Milánóba, New Yorkba megfordult, tehát nagyon-nagyon komoly elismert alkotója volt a korának is. És akkor mi lett az üzem sorsa, vagy a műhely, manufaktúra, ez mi volt? Az a kis bűhely, ami itt működött, vagyis kis részvénytársaság, az megszűnt, de ő utána tovább a saját tervezései gyártotta. Igen, alapján ő gyártatott, tehát alakultak különböző másik tárolóban látható losonci, fazekas műhelyt vezetett, majd később, ez már jóval később volt ugyan, de a 62-től az iparművészeti vállalatnak volt ő a kerámia részlegnek a művészeti vezetője. Tehát nagyon sok helyen voltak olyan háttérvállalatok, amire ő tudott támaszkodni, és ott készültek saját tervezési munkák. És akkor eljutunk ugye a rendszerváltás napjainkig, amit itt látunk, az abban mennyiben az ő hagyatéka, mennyiben a leszármazottjai, mert azért a leszármazottai sem estek messze a fától. Igen, hogyne. Itt ebbe az épületben mind a három generáció, tehát ő maga, Lívia lánya és Gorka Fogéz az unoka is helyet kapott, úgyhogy egy kis keresztmetszetet kapunk végül az egész dinasztiának a műveiből, munkáiból. Város vagy falu jelentőségét legtöbbször lakosainak aktivitása adja. És itt Verőcén nincs hiány sem a művészetből, sem a sportból. Épp egy tollaslabdaedzés kellős közepébe csöppentünk, mert hogy igen, Verőcén komoly tollasport kultúra van kialakulóban, és mindez Barta Enikő szenvedélyének köszönhető, aki Erdélyből és Szegedről hozta magával ide a Dunakanyarba a tollaslabda szeretetét. Amikor elkészült a csarnok, akkor megkerestem a vezetőséget, és mondtam, hogy én nagyon szívesen tartanék itt foglalkozást, és akkor először a szülőkkel, meg a Tollaslabda Szövetség, meg a tollaslabdába jártas edzők, akik itt a környéken vannak, segítségével fölfestettük a pályákat, és így kezdtük el szép lassan, az elején heti egy edzéssel, aztán heti kettő, most már járnak a felnőttek is, elvileg most már a kicsiket is szét tudjuk szedni, hogy külön jöjjenek a nagyobb bacskák, úgyhogy most már egészen sokan tollasoznak itt a környéken. Én úgy gondolom, hogy egyre felkapottabb, egyre nagyobb teret kap, egyre több szponzor, a szövetség egyre többet segíti a kisebb egyesületeket, én úgy gondolom pályázatokkal, egyebekkel, szakmai munkával, szakmai táborokkal, szakmai képzésekkel. Tehát amikor én itt elkezdtem a tollaslabdát, akkor úgy gondolom kevesebb egyesület is volt. Visszatérve az eredeti kérdésre, sokan úgy gondolják, hogy aki tud teniszezni, tud tollasozni. Na most nyilván van egy hasonlóság a squashsal, van egy hasonlóság még egy picikét, akik például pingpongot
dolgoztak valamikor, azok is ügyesebben tollasoznak, mert gyakorlatilag a reakció gyorsaságukat áthozzák ide, meg ütősportágat végeztek. Legigazán szerintem az kaskosz hasonlít, mert ez egy nagyon gyors sportág. Azt mondják, hogy a világon az egyik leggyorsabb sportág. Meg lehet ütni úgy a labdát, hogy körülbelül olyan sebességgel, mert nyilván az ütés pillanatában, mint amikor egy versenyautó megy, tehát ilyen 400 és 500, de lehet akár többen is, de nyilván ezek a nagyon-nagyon top versenyzők meg tudják ütni. És hát gyakorlatilag mindenki azt hiszi, hogy tud tollasozni, ha bárkit így megkérdezünk, mert ugye valamikor a nagyszülőkkel a Balaton partján vagy iskolában, hogy Isten tollasoztak, és én is annak idején, mikor még Erdélyben, amikor fölnőttem, emlékszem, hogy így kiálltak az udvaron az idősebb nénik, egész pici gyerekek, és számoltuk, hogy 221, 222, tehát tényleg buli volt az egész, de most már olyan szintre fejlődött ez a sportág külföldön is, és most már remélem és bízok benne Magyarországon is, meg úgy látom, hogy azért kell hozzá bizonyos fokú szakértelem, felszerelés, jó ütő, jó labda, nagyobb létszám, nagy magasabb csarnok kell hozzá, több pályával, meg hát nyilván az edzők is, én úgy gondolom, az edzők egy rész alapvetően testnevelő tanár, de nem törvényszerű. Alapvetően, aki gyors gondolkodású, gyors mozgású, több dologra tud figyelni, azok valószínű, hogy ebben a sportágban már az elején is kicsit sikeresebbek. Meg hát nyilván kell egyfajta monotónia tűrés is, tehát hogyha én azt mondom neki, hogy nem tudom, most még egy kör, egy pontos játék, akkor beáll. Ha azt mondom neki, hogy például vannak olyan edzésmódszerek, hogy 500 vagy 1000 labdás, akkor ahányszor adják neki, ugyanazt az ütést meg kell neki, végre kell hajtani. Tehát ehhez azért kell egyfajta monotonitás, tűrés is. Nyilván miután egy ütősportág, én mindig azt hittem labdajáték, de nem. Ütősportág, én azt szoktam mondani, hogy a focihoz képest annyi előnye van, hogy ott többen futunk a labdáit. Itt viszont nagyon gyors a játék és izgé, mert állandóan bele tudok ütni. Tehát itt ebbe az a jó. A Dunaparton is sürögnek, forognak kicsik és nagyok, hogy egy ikonikus vízesport előtt hódoljanak, a kajak előtt. Hát a vízisport élet az már ősszel megkezdődik, a készülés az idényre, szárazföldön csináljuk azt, hogy futunk, kondizunk, biciklizünk, kirándulunk, ha kell úszodába megyünk, és amikor eljön a tavasz, akkor vízeszállunk, és a vízeszállások az első egy-két hétben így történnek, ahogy most, hogy kicsit a technikát helyre tesszük, hajókat beállítjuk, megkeressük a kinőtt dolgokat olyan értelemben, hogy csere van, amelyik kinőtte, az nagyobbat kap, amelyik belenőtt, az megkapja a régebbiét, tehát most vannak ezek az időszakos évelei cserék. És mennyien edzenek egyszerre? Hát ők tulajdonképpen innentől kezdve két csoportra lesznek legalább bontva, és akkor olyan 12-13-an vannak csoportonként. És ők ez ilyen hobbi, vagy pedig már a professzionális sport élete? Ez teljesen szabadidős, aztán aki szeretne komolyabban csinálni valamit, azoknak biztosítjuk azt, hogy több edzés, és akkor tudjuk vinni őket versenyekre, de ez teljesen rajtuk függ. És akkor egy héten hányszor gyűltök itt össze? Ilyenkor, amikor már lehet a vizen is? Heti 6-szor. De ez nem azt jelenti, hogy ők is itt vannak, ők itt vannak 3-szor, 4-szer, mi vagyunk itt mind a 6-szor, és akkor ők választanak abból 2, 3 vagy 4 aktuális edzést. Itt a gyerekek igazából megtanulják a vízikresznek az ABC-jét, az egészséges életmódra nevelést, és egy olyan alapot, amiből ha szeretnének, akkor sportolhatnak tovább. És szoktál kiszúrni olyan tehetséget, akit mondjuk azt mondasz, hogy na ő mehetne tovább? Vannak ilyenek, most is tavaly az országos bajnokságon két kisgyerek, aki most vízen van, második, negyedik volt, aki ötödik, volt, aki hatodik, harmadik helyezettünk is volt, meg tavaly volt egy olyan kislány, aki tőlünk származott el, és Európa bajnok lett egyesben második, világbajnoki harmadik korosztályában, tehát vannak ügyes gyerekek. Hát ehhez szívből gratulálok, ez azt jelenti, hogy jó kezekben vannak, de a gyerekek is akkor kitartóak tulajdonképpen. Hát másképp nem megy. A legnagyobb rész az övéké, amilyenk az a 15-20%, amivel egyengetjük őket, a többi rajtuk múlik. Mi az a legfontosabb tulajdonság, vagy tulajdonságok, amikkel rendelkezniük kell, vagy amiket
megtanítotok nekik? Akár így sport, élet és akár maga a kajak. Hát egyrészt az akaraterő edzése, másrészt az, hogy önmagukat győzzék le, a harmadik az, hogy legyenek kisebb célok, meg nagyobb célok. És akkor az egészen összeáll. Tanulnak is, fejlődnek is, magasabb szintre lépnek, tehát egy ilyen hosszabb folyamatnak a része minden kis edzés. Így ér összeverőcén a múlt és a jelen, no meg a jövő. Kelták, rómaiak, hunok, szlávok, magyarok, tatárok, törökök jártak-e földön, hogy aztán majd tudósok, mérnökök, bankárok, művészek lejjenek itt otthonra. Mert ahogy a legendás operaénekes műfordító Devecseriné Guti Erzsébet önéletrajzi könyvében írja, Verőcén boldog voltam, nem pusztán elégedett. Verőce nekünk a mennyország, úgy emlegetjük, úgy beszélünk róla, mint az ígéret földjéről, sóvárogva, honvágyjal. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.